Köszöntölek az Elemzésközpont portál előadásán. A mai témánk a részvénypiac, a tősdék, illetve a tősdéken elérhető hozam lesz, és azzal is fogunk foglalkozni, hogy a múltbeli adatok alapján mit tapasztalhattunk, hogyan alakultak a múltban a tősdéken elérhető hozamok, Szó lesz arról, hogy ezek alapján a befektetők többsége miért sokkal optimistább, mint amit várhatóan a, a jövőhoz. Megbeszéljük azt, hogy mi tekinthető átlagos tősdei hozamnak, és szó lesz arról is, hogy a jövőben mi várható, hogyan változhat ez a bizonyos tősdei hozam. Ezen kívül pedig bemutatok két nagyon hasznos és érdekes ábrát, amely gyakorlatilag jól mutatja az elmúlt száz év, tíz évet meghaladó befektetési periódusait a, a tőzsdéken. Ez sok száz esetet tartalmazó grafikon, sok száz eshetőséget tartalmazó grafikonok lesznek 20 ország tőzsdén, amiből nagyon jól kivehető lesz az, hogy mik voltak a legrosszabb, legjobb forgatókönyvek, milyen évesített hozamokat jelentett ez, és ezen kívül azt is láthatjuk belőle, hogy mi volt az átlagosan elérhető hozam, és az egyes forgatókönyvek akár a legrosszabb, vagy a legjobb megvalósulásának mekkora valószínűsége volt a, 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 a múltban. Hogyha Látni szeretnéd és meg szeretnéd érteni azt, hogy hogyan alakultak a, a tőzsdéken elérhető hozamok a, a, az elmúlt száz évben, akkor érdemes ebben a, az előadásban velem tartanod főleg azt gondolom részvénypiaci befektetők számára lesz hasznos. Gondolok itt a passzív befektetésben, lusta portfóliókban, vedd meg és tartsd stratégiát követő befektetők körében lehetnek hasznosak az itt elhangzottak. És akkor kezdjük is talán a legfontosabb dologgal, a részvénypiacsal, és a részvénypiac kockázati prémiumával, és mondhatnánk azt, hogy a tőzsdék világában viszonylag kevés azon összefüggések száma, mely megkérdőjelezhetetlen. És az egyik ilyen az a részvénypiac kockázati prémiuma, ami tulajdonképpen azt jelenteni, hogy a az elmúlt száz, illetve mondhatnánk azt kiterjesztett vizsgálatokban 200 évre visszatekintve azt lehetne mondani, hogy a részvénypiaci befektetők a kockázat vállalásért cserében több lett hozamban részesültek. Szóval tulajdonképpen ez lenne a részvénypiac kockázati prémiuma, és hogyha egy 90 éves visszatekintést nézünk a, az Egyesült Államok piacán, akkor itt meg is jelöltem az ábrán, átlagosan az utóbbi 90 évben ez egy 8%-ot jelentett, és ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy a kockázatmentesnek tekinthető rövid lejáratú kötvények, ezek a bizonyos t kötvények hozamát, átlagosan ennyivel haladta meg a részvénypiaci befektetés néhány mondattal korábban említettem azt, hogy kevés megkérdőjelezhetetlen összefüggés van a tőzsdén. Ez esetünkben azt jelenteni, hogy annak a, valószínűsége, hogy ugye múltbeli vizsgálatok alapján kimutatható a részvénypiac kockázati prémiuma, és nem a véletlennek a következménye, az nagyobb, mint 95 százalék. Ezt ez a bizonyos, az ábra alatt leolvasható t érték is mutatja, amely ugye kettőnél nagyobb tehát statisztikailag szignifikánsan ez kijelenthető, azonban ezt nagyon sokan félreértik, és az, hogy a részvénypiac kockázati prémiuma létezik, és nem a véletlen műve statisztikailag szignifikáns, ez nem azt jelenti, hogy nem lehet negatív ez az érték, hanem egy nullától eltérő szám, és ahogy itt a grafikonon is látható, számos olyan év volt az amerikai részvénypiacon is, amikor a negatív volt a kockázati prémium, de összességében, ha megnézzük, az Elmúlt 90 évet, akkor az esetek 70%-ában pozitív volt a részvénypiac kockázati prémiuma. És ez egy olyan erős összefüggés, hogy annak idején a 70-es években megalkotott hatékony piacok elméletét és a hozzá kapcsolódó úgynevezett capital asset Pricing modellnek a képlete is tartalmazza egyébként a a részvénypiac kockázati prémiumát, ez itt található, és ez azért fontos, és talán azért érdemes ezzel tisztában lennünk, mert hogyha nekünk egyedi részvényeink vannak, legyen az akár a Tesla, az Apple, bármilyen egyedi részvény, annak a hozama is függ a részvénypiacnak a kockázati prémiumától, és hát korábban úgy gondolták, hogy egy, egy tetszőleges részvénynek a hozama az úgy írható le, hogy a kockázatmentes hozamhoz, vagy kockázatmentes kamathoz még hozzá kell adnunk a részvénypiac kockázati prémiumát, amit ezzel a bizonyos béta tényezővel szorzunk, és értelemszerűen a béta az egy volatilitást jelöl, és hogyha egy, egy részvény volatilisebb a, a tőzsdeindexnél, akkor felnagyítható ez a kockázati prémium, hogyha egy részvény kevésbé volatilis, akkor pedig ugye ez a kockázati prémium csökken. Minden esetre, ha egyedi részvényekben gondolkodunk a jövőben, ez legyen akár egy-két részvény, vagy tőzsdeindexet szeretnénk megvenni, akkor is jelentősége van annak, hogy hogyan fog alakulni majd a jövőben a részvénypiac kockázati prémiuma. Hozzátenném, ez a képlet, amit itt most látsz, ez, már ez nem teljes, és 93-ban, 2015-ben is ez még bővítésre került, úgyhogy már ez már egy öttényezős modell, más, statisztikailag szignifikáns tőzsdei összefüggéseket is tartalmaz. Ez most nem témája a... Az előadásunknak így tovább is lépnék, és térjünk ki arra, hogy rendben van, hogy létezik ez a kockázati prémium, de mit tapasztalhattunk a más tőzsdéken, milyen kockázati prémiumok vannak? Megfigyelhető-e az, hogy ez csak az amerikai tőzsdére igaz, vagy esetleg széles körben? A, a, a világ más tőzsdén is megfigyelhető az, hogy létezik ez a bizonyos kockázati prémium, azaz a, a tőzsdei befektetéseknek van-e többlet hozama. Ha ebben a témában szeretnénk informálódni, akkor rögtön ajánlanék is egy könyvet, ez a bizonyos Triumph of the Optimist, amely gyakorlatilag 100 évre visszatekintőleg 20 ország tőzsdéjét veszi, sorban és különböző kötvény, devizapiac és egyéb más pénzügyi eszközök hozamait ismerhetjük meg ebből a könyvből. A szerzők egyébként, ugye Elroy Dimson, Paul Mars és Mike Staunton a London Business School oktatói professzorai, és nekik köszönhető az alábbi grafikon, amit egy tanulmányukból másoltam ki, tehát nem a könyvből lett kimásolva. Ez jól mutatja az egyes országokban az utóbbi 110 évenben a részvénypiac kockázati prémiumát. Ugye ezek átlagok, kiátlagolva 110 évnek a az eredménye, és leolvasható a grafikorról egyrészt a, a, a részvénypiac és a rövid lejáratú kötvények, ugye ez a Bills, és a részvénypiac és hát a 10 a éves kötvények közötti hozamkülönbség, a piros görbe mutatja ez utóbbit. Ebből látható, hogy gyakorlatilag a részvénypiac kockázati prémium az utóbbi 110 évben országonként eltérő mértékben, de 2 és 6 százalék között mozgott. Mondhatnánk tehát azt, hogy a részvénypiac kockázati prémium az nem csak az amerikai piacon, hanem széles körben részvénypiacokon megfigyelhető, és nem csak egy speciális időszakon, hanem nagy átlagban a száz éves időszakon ez megfigyelhető. Ezek azok az információk, amikkel a legtöbb hosszú távú befektető tisztában van. És a témához kapcsolódóan ugyanezen szerzőknek, tehát Dimsonnak, Masnak és Stantonnak van egy, egy kiadott munkája, Irrational el címmel, amely kifejezetten azt a problémakört tárgyalja, hogy ugye látható és bizonyítható az, hogy létezik a részvénypiacon, a kockázati prémium, ez teljesen racionális és logikus, és az is logikus, hogy ebből azt következik, hogy a jövőben is létezni fog a részvénypiacon a kockázati prémium, azonban ezt a, ennek mértékét a befektetők jellemzően túlbecsülik, és a kockázatokat pedig alulbecsülik. Ezt a befektetői viselkedést hívják tulajdonképpen irracionális optimizmusnak, és konkrétan meg is mondják, hogy miket jelentenek ezek a, a túlzások. Elég, ha csak arra gondolunk, hogy visszatekintünk az S&P 500 index utóbbi. 90 évben átlagosan 10%-os hozamot lehetett elérni, tehát rögtön megfogalmazódik egy elvárás a tőzsdei hozamokkal kapcsolatban. Ha belenézünk az aranyévekbe, ez a 80-90-es évek, nem ritka, hogy a tőzsdéken egyébként 15 és 19% közötti éves hozamokat lehetett elérni. Sokkal befektető ebből indul ki, és ez még hozzátenném azt, hogy Szigel professzor Könyve, ez a Stoke for the Long Run címmel elérhető angol nyelvű könyv. Ez kifejezetten egy, egy népszerű, a passzív befektetés, a vedd meg és tarts technikákat követő befektetők körében egy népszerű könyv. Egy bestseller, nem véletlenül tekintik ezt a vedd meg és tarts kereskedési technikának a, a bibliájának. Félrejött és ne essik, ez egy nagyon-nagyon hasznos könyv. Azonban egy 2019-es vizsgálat során az kiderült, és erről én is beszámoltam az oldalunkon egy bejegyzésben, hogy Sziga professzor által felhasznált adatok azok tévesek. Egy része legalábbis. Ez tulajdonképpen csak annyit jelent, hogy a kötvénypiaci hozamokat alábecsülte a könyvében, és így a kötvény és részvény összevetés és az a, az a fajta elképzés, hogy a, a részvények mindig felülteljesítik a kötvényeket, ez nem feltétlenül igaz, nagyon sok olyan időszak volt az amerikai tőzsde történelmében, amikor a kötvénypiac jobb befektetést hozott, nem mennék bele a részletekbe. Egyébként nagyon hasznos Szigel professzornak a könyve, és érdemes bárki számára elolvasni. Minden esetre ezek a, ezek a motivumok inkább azt sugalják, hogy a tőzsdéken nagyobb lesz a hozam, és a hosszú távú részvénypiaci befektetés az megveri a kötvénypiaci befektetést, és a részvények hosszú távú tartása az biztonságos ez főleg ugye Szilvia professzor könyvéből tűnik ki, hiszen 20-30 éves időtávokat dolgozott fel. Ugyanakkor, ha megnézzük a Dimsonék munkáját, akkor ők sokkal inkább afelett tendálnak, hogy ha ezt a 20 országot áttekintjük és 100 éves időszakot vizsgálunk, akkor az átlagos tőzsdein elérhető reálhozam az, az a múltban is inkább 4-6 százalék között mozgott. És a, hogyha nagyobb hozamokat láttunk, akkor az, az nagyrészt annak volt betudható, hogy bizonyos időszakok eltorzították az eredményt. Például, ha belevesszük az 80-90-es éveket, a, a tőzsdei hozam kalkulációba, a, mondjuk az utóbbi 40 évbe, akkor jobb lesz az eredmény, hiszen az a 80 évek, az feljavítja a hosszú távú átlagot. És idéznék is a tanulmányukból egy, egy fontos megállapítást, hogy hát tulajdonképpen a széles körben elterjedt nézet, ugye, hogy 20 éves időhorizonton a részvénybefektetés az mindig pozitív, reálhozamot hoz, ezt a, ezt a véleményt ők vitatják, és az a véleményük továbbá, hogy a, a részvények azok hosszú távon sem mindig biztonságosak. És tulajdonképpen ez olyan közgazdászok véleménye, akik éveket töltöttek azzal, hogy a tőzsdék hosszú távú hozamait kutatták. Tehát ebből a szempontból érdemes lehet esetleg megfontolni az ő jelentéseiket. Ez főleg azok számára fontos, akik indexkövető stratégiákban, passzív stratégiában gondolkodnak, hogy lássák azt, hogy nem feltétlenül jelent alacsony kockázat az, hogyha mondjuk 20 vagy esetleg 30 éves időtávokban gondolkodunk. Szigel professzor egyébként olyannyira meghatározó volt, illetve munkája meghatározó volt a néhány évtizeddel korábban ezen a területen, hogy gyakorlatilag Szigel állandónak nevezzük azt a azt a többlethozamot, azt az infláció feletti hozamot, amit a részvénypiacra el lehet érni, és egy számos kutatás foglalkozott azzal, hogy vajon mennyi ez a bizonyos szigel állandó érték, ugye azon túl, hogy kiszámoljuk az amerikai piacon, 20 éves, 50 éves, 100 éves időszakon különböző eredményeket fogunk kapni. Mi az átlag, mi az, ami jellemzi igazán a, ezt a bizonyos állandó értékét? Egyes becslések szerint ez ilyen 6-7 közelében van, tehát átlagosan 6-7 százalékos reálhozamra számíthat a, a befektető. Viszont a jövőre nézve rossz hír az, hogy egyes kutatások azok ennél lényegesen alacsonyabb kockázati prémiumot jósolnak. Elég, ha csak visszatekintünk. Dimson, Mars, Stoughton, Irrational optimiz munkájára, amelyben ők a jövőre nézve 3%-os részvénypiaci kockázati prémiumot jósolnak, de vannak ennél pessimistább előrejelzések is, és elég, ha csak visszagondolunk arra, hogy nagyon sok minden változott a tőzsdéken az utóbbi 30-40 évben, 50 évben, gondoljunk csak az osztalékhozamokra, nagyon jó példa erre, hiszen azt láthattuk, hogy a 80-as években az S&P 500 indexen például 4-6 százalék közötti osztalékhozamok voltak a jellemzőek. Ez már egyébként 2 százalék alatti ez az osztalékhozam. Azt is tapasztalhattuk, hogy egy száz évvel ezelőtt az S&P 500 indexbe tartozó társaságok, tehát a nagy amerikai vállalatok, tőzsdei társaságok, azok kifizették a nyereség 90%-át osztalékban. Ez már lecsökkent 30%-ra, tehát ez a bizonyos payout ratio, ez 90 30%-ra 30 csökkent le átlagosan. Tehát látható, hogy vannak változások a részvénypiacon, a múltban is voltak, és ezek alapján pessimistábbak a jövőbeni hozamokkal kapcsolatban, a részvénypiaci hozamokkal kapcsolatban a különböző kutatások. És a végére hagytam két nagyon hasznos grafikont. Ez tulajdonképpen bemutatja azt, hogy hogyan alakult az amerikai részvénypiacon az évesített hozamunk gyakorlatilag az utóbbi száz évben az összes eset rajta van, és ugyanezt megnézzük 17 másik ország esetében is. Kezdjük először ezzel a grafikonnal. Egy kicsit összetettebb grafikont látunk, de rögtön elmagyarázom, hogy ez hogyan kellene értelmeznünk. Ez szintén egyébként ez a grafikon megtalálható az Irrational Optimism című tanulmányban, tehát onnan másoltam ki én is. Ebben a kimutatásban 10 éves befektetési időtávot feltételeztek, és most az amerikai piacot nézzük. Tehát azt vizsgálták meg, hogy ha az amerikai részvénypiacot befektetünk 10 évre, akkor hogyan alakultak az évesített reálhozamok az alatt a 10 éves időszak alatt. Na most ezt láthatjuk itt a 10 értéknél az X-tengelyen, és tulajdonképpen amit itt látunk, tartományt, ez az összes 10 éves időszakot jelenti ez 1900-as évektől kezdődően napjainkig, tehát ezt úgy képzeljük el, hogy 1900-tól megnézték 1909-ig, ugye ez egy 10 éves időszak, annak az időszaknak lett egy évesített hozama, az ide bekerült valahova, tegyük fel 5% volt. A következő időszak az 1901-től 1910-ig tartott, annak az évesített hozama 0% lett. A következő időszak 1902-től 1911, 1903-tól 1912, és így tovább egészen a 2000-es évekig történt ez a vizsgálat. Tehát azt lehetne mondani, hogy ebben a, ebben a tartományban, amit itt látunk, itt gyakorlatilag 100 körüli vagy 100 fölötti esetet látunk, 10 éves időszakok vizsgálatát, és jól látható az, hogy az évesített hozam az tulajdonképpen mínusz 4 százalék, és mondhatnánk azt, hogy 17 között szóródik. Tehát az összes esetben. Ha mondhatnánk azt is, ha véletlenszerűen választottunk volna ki a múltban egy 10 éves befektetési időszakot, akkor az évesített hozamunk az évi mínusz 4, vagy pedig Évi 17% között szóródott. Nyilván a mínusz 4% évente az 10 év alatt jelentősen tudja csökkenteni a, a befektetett tőkénket, ugyanúgy, ahogy a 15% fölötti évesített hozam pedig jelentősen tudja növelni. Ami viszont nagyon fontos az ábrán, látszik az eloszlás is és itt tulajdonképpen a deciliseket látjuk, az alsó decilist és a fölső decilist. Ugye a decilis az azt jelenti, hogy tíz részre osztjuk a, az eseteket, és az alsó decilisbe a 10 százalék, az esetek 10 százaléka tartozik, a legrosszabb 10 Tehát ha 100 eset volt, akkor 10 eset tartozik ide ebbe a tartományba, és 10 eset tartozik a, a legjobb hozam tartományba. Ha most ezt le kellene ezt valószínűségekre vetítenünk, akkor ez azt is jelenti, hogy az amerikai részvénypiacon egy 10 éves időtávú befektetéssel nagyjából 10% volt az esélye annak, hogy a negatív lett a hozamunk. Ugye itt látható ez a tartomány. Kicsivel több, mint 10% volt annak a, a valószínűsége a múltban, hogy nekünk negatív lett a hozamunk. 90% volt a valószínűsége annak, hogy pozitív lett a hozamunk. Nyilván az, hogy pozitív az évesített hozam, az még nem jelent semmit, hiszen uh, vannak alternatív befektetési lehetőségeink, például kötvénypiac. Ezek ugye reál hozamok, tehát már az inflációval nem kell foglalkoznunk, de a kötvénypiacsal még versenyezhetünk. És hogyha egy kicsit szigorúbbak vagyunk, akkor Tegyük fel a kötvénypiacsal, el tudunk körülbelül érni olyan 2-3 százalékos hozamot 10 éves távon, ami ennél azért valamivel több volt egyébként. De maradjunk ennyiben, akkor az alsó negyedet látjuk, ugye a negyedek pedig azt jelentenék, hogy négy részre osztottuk a, a, a vizsgált tartományt, és ez a, ez a legrosszabb negyedünket jelenti. Azt is lehetne mondani, hogy az amerikai részvénypiacon, annak a valószínűség hogy egy, egy éves befektetéssel, részvénypiaci, tőzsdeindex befektetéssel alacsonyabb lesz az évesített hozamunk, mint ugye ez a két és fél százalék, amit megjelöltem, 25 százalék volt a valószínűsége. Tehát a múltban minden negyedik ilyen időszakban jobban jártunk a kötvénybefektetésekkel. Tehát ez is, itt is visszaköszön az, hogy létezik ugye a részvénypiac kockázati prémiuma, de az még előfordul a tíz éves távon is, hogy, hogy jobban járunk a kötvényekkel. A medián érték egyébként valahol 6% környékén van, 6-7% környékén van a medián, tehát az összes esetnek, a száz esetnek a közepe az valahol 6% környékén van. És egyébként a belső terület az a, az, az eseteknek az 50%-át mutatja. Ugye a felső 25%-ot látjuk, a felső 10%-ot, és ez nagyjából az 50% a, a közepe, az tulajdonképpen azt jelenteni, hogy valahol 3% és 10% közötti hozamaink vannak, és az összes esetnek a fele az ugye itt van fölfelé az összes esetnek pedig a, 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 másik irányba a fele, az pedig lefele van. Tehát ez a halmazunknak pontosan a közepe, a sorozatnak a, a, közepe. És ezek után láthatjuk azt, hogy van 20 éves, 30 éves, 40 éves, 50 éves időtáv is. Egyre szűkül ez a csatorna, annak az az oka, hogy ugye egyre fogynak a 20 éves periódusok, hiszen ha egy 100 évet tekintünk vissza, akkor a 20 éves periódusokból kevesebb lesz, ugyanúgy, ahogy, ahogy 100 éves periódusokból is. Viszont jó Látszik az, hogy ahogy növeljük az időtávot a részvénypiacon egyre inkább csökken a annak a valószínűsége, hogy, hogy nekünk negatív reál hozamunk lesz. Látható, hogy a 20 éves időszaknál már igazából azt lehetne mondani, hogy nincs is olyan időszak. Az amerikai részvénypiacon, ugye itt látjuk, már nincs is olyan időszak. 20 éves időtávnál a legrosszabb forgatókönyve is volt évi kétszázalékos os 1-2 százalék közötti hozamunk tulajdonképpen. És akkor 20 éves időtávon a legjobb forgatókönyveknek a, a csúcsa az valahol 11-néhány százalékos hozamot jelent. Aztán ahogy megyünk az időben előrébb, gyakorlatilag elérjük a, a, a median értéket. Mondhatni azt, hogy minél tovább tartjuk a, a részvényeket, annál jobban csökken a kockázat. Nyilván ez azzal is jár, hogy annál kisebb annak a, a, a valószínűsége, hogy a mediántól, az átlagostól eltérő hozamot fogunk tudni realizálni. Ez, tehát azért fontos, hogy lássuk, hogy valóban csökkenti a hosszútávú befektetés a kockázatokat, de ez nem Feltétlenül jelenti azt, hogy, hogy a kockázat az nulla, és nem lehet veszíteni. Holott ez igaz, hogy az amerikai részvénypiacon 20-30 éves időtávon már nem volt veszteségünk, sőt, ugye itt már mondhatnánk azt is, hogy a, a bankbetéteket, vagy hát a rövid lejárt kötvényeket meghaladó hozamunk volt. De ez csak az amerikai részvénypiac, a, mondhatnánk azt a világ utóbbi száz évének legsikeresebb gazdasága amit itt látunk. Nem szükségszerű, hogy a, az Egyesült Államok gazdasága lesz a jövőben is a, a legsikeresebb gazdaság, bár most abból indulunk ki, hogy, hogy ez így lesz a jövőben is. Egy érdekes példát azért bemutatnék. Száz évvel, 1900-as években a Nagy-Británia, ugye Egyesült Királyság, tőzsdéjének a kapitalizációja tette ki a, a globális kapitalizáció 25%-át gyakorlatilag. Ebben az időszakban az Egyesült Királyság kiterjedt gyarmatbirodalommal rendelkezett óriási nagy kereskedelemmel, külkereskedelemmel, stabil gazdasággal. És senki nem kérdőjelezte meg azt, hogy száz év múlva az Egyesült Királyság tőzsdéjének a kapitalizációja az az lényegesen csökkenni fog, és az Egyesült Államok 15%-ából gyakorlatilag 50% lett. Ez az esetükben azt jelenteni, hogy az Egyesült Államokban tapasztalt múlt századi figyelemre méltó gazdasági növekedés az nem tipikus esete, egy, egy, egy gazda, ez nem egy átlagos gazdasági növekedés volt, ez egy, ez egy kivételes helyzet volt, és ez azt jelenti, hogy a jövőre nézve, hogy a valószínűbb az, hogy egy tipikusabb forgatókönyv valósul meg a jövőben, és nem egy ilyen egyedi eset. És akkor ezek után térjünk vissza az utolsó ábránkra. Itt már nem csak az Egyesült Államok részvénypiaca látható, hanem más országok tőzsdéi. Ugyanazok a, a szabályok fedezhetjük ugye fel, az, azek a bizonyos sávok, még egyszer megjelölöm, ez a felső 10%, alsó 10%, alsó 25%, ez itt a, a, ez a tartományunk a felső 25%, a medián a közép pedig itt van jelölve, és hát az esetek többsége az, az a medián körül található, ebben a, a tartományban található az eseteknek a többsége. Ezt Ugyanazt jelenti Németországra, a német tőzsdére, olasz tőzsdére, az Egyesült Királyság tőzsdére, és itt. És itt tulajdonképpen ugyanazt látjuk, mint amit az előző összetettebb grafikonon bemutattam, de itt csak is kizárólag a 20 éves időszakot látjuk. Tehát csak a 20 éves sáv van tulajdonképpen kifotózva, hogy, hogy ez érthető legyen, vissza is ugrok az előző képre, hogy ez mit jelent. Tehát ezt a sávot fotózták ki, ez a 20 éves sávunk. Tehát ennek, ez a kis szeglet van kifotózva, 20 éves befektetési időtávok lettek megvizsgálva. Na és amit itt látunk, ugye japán tőzsde, de német tőzsde, olasz és így tovább, hát ugye megnézhetjük a japánt negatívokban is, ugye extrém a helyzet. Azt láthatjuk, hogy ha japán tősdére visszatekintünk itt az utóbbi száz évben, akkor 10% volt annak a valószínűsége egy 20 éves befektetési ciklusban. Az évesített hozamunk az 12 és és valahol mínusz 6% között volt. Tehát ha ezt egy 20 éves időszakra nézzük, akkor a befektetett tőkénk nagy részét elveszítettük, ugye a reál hozamokról, reál értékről beszélünk. És az is látható egyébként, hogy az alsó 25% az valahol itt van, hát bocsánat, a vonal alsó 25 az 25 volt a valószínűsége annak egyébként, hogy negatív reálhozamunk legyen. Tehát a minél nagyobb a lenti, a nulla alatti rész, az annál nagyobb valószínűséget jelent arra, hogy hogy veszítettünk egy 20 éves befektetéssel, de voltak olyan részvénypiacok, ahol erre nem volt példa, például az amerikai részvénypiac is ide tartozik, az ausztrál-kanadai. 20 éves időszakon már látható, hogy a legrosszabb 10% is nulla fölött van. Tehát a legrosszabb esetek is nulla fölötti reálhozamot eredményeztek. Jó, tehát Ebből azt láthatjuk, hogy mi történt a múltban egyes tőzsdéken, mi volt a legrosszabb, legjobb valószínűségű forgatókönyvek, ezekhez milyen valószínűségek rendelhetők, és azt látni kell, hogy valószínűleg a jövőben is hasonló eloszlásra számíthatunk, tehát lesznek legrosszabb és legjobb forgatókönyvek, csak nem mindegy az, hogy az milyen medián érték körül történik. Mi amerikai részvénypiac esetében 6%-os medián érték környékén történik ez a, ez a nagy szórás az adatoknak, vagy esetleg lejjebb 3%-os medián érték környékén, nyilván akkor sokkal több olyan eset lesz, amikor, amikor veszteséges helyzet fordul elő. Jó, tehát azt, hogy a részvénypiaci kockázati prémium a jövőben milyen lesz, arra csak becslések vannak. Egy, a, 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 becslések inkább azt mutatják, hogy, hogy alacsonyabb lesz a kockázati prémium a jövőben, ez hatással lesz a tőzsdén egyedi részvényekben elérhető hozamra is, ugye emlékezzünk vissza arra bizonyos béta tényezővel korrigált képletre, ez is hatással lesz rá. Azt gondolom, Érdemes a lusta portfóliókban, vedd meg és tas technikákban, passzív efektetésben gondolkodóknak megfogadni a Dimarsonék tanácsát, illetve véleményét, azaz azaz vitatják azt, hogy 20 éves időtávon pozitív hozamunk lesz a részvénybefektetésekkel. Ennek nagy valószínűsége van, de a múltban is az előbb mutattam, meg volt annak a, valószínűsége, láthattuk ott a, grafikonon, hogy ez nem, nem, nem volt igaz. És éppen ezért mondják azt, hogy a részvénypiac az, az hosszú távon sem tekinthető biztonságosnak. Ettől függetlenül nem lehet elmenni amellett, hogy a részvénypiac kockázati prémium valószínűleg a jövőben is létezni fog, tehát a megfelelő eszközökkel megfelelő tudással, portfólióval, valószínűleg kinyerhető ez a kockázati prémium, és ez tulajdonképpen azt is jelenti, hogy a, a kötvényeknél magasabb hozamra számíthat a befektető. Ezzel a gondolattal zárnám is az előadásunkat, lehet, hogy egy kicsit szárazabb lett az anyag, és a hosszabb is, mint amit terveztem. Köszönöm a figyelmedet, ha tetszett az előadás, akkor iratkozz fel Youtube értesítőnkre.